Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újból itt a csatornámon. A mai videóban a ti kérdéseitekre fogok most én válaszolni. És egyébként nagyon izgatott vagyok, mert olyan kérdéseket kaptam, amire szívesen kifejtem a véleményemet bővebben, hosszabban, úgyhogy hát nem egy rövid videónak ígérkezik, de ha érdekel titeket ez a videó, akkor mindenképpen tartsatok velem! Az első kérdés az, hogy hogy vagy mindig pozitív. Nos, szerintem én egyáltalán nem vagyok mindig pozitív, vagyis, ja, mondjuk azt, hogy pozitív vagyok minden esetben, de vannak olyan napok, mint láttátok az előző videómban is, hogy azért, amikor elgyengülök, és nem úgy mennek a dolgok, ahogy én szeretném, vagy nem úgy történnek az események, ahogy azt én elterveztem, és nem minden happy, viszont próbálom ilyenkor is a jobb oldalát nézni a dolgoknak, tehát megnézem azt, hogy akkor miért lehet ez a helyzet, és próbálok a helyzetekből tanulni, és úgy gondolom, hogy próbálom mindenből a pozitív oldalát kinyerni a dolgoknak. Lényegében ennyi, és na most a kérdésre válaszol, hogy vagyok mindig pozitív. Szerintem sokkal jobb egy pozitív embernek lenni az életben, mint állandóan zsörtölődőnek, negatívnak és a rosszat látónak. Nyilván néha én is át a ló túloldalára, de hogy sokkal jobb az életet pozitívan, vidáman látni, mint negatívan. Ez fix. Szóval ezért vagyok igazából mindig pozitív. Mit gondolsz arról, hogyha valaki nem tanul tovább? Szerintem azzal nincs gond, hogyha valaki nem tanul tovább. Egyébként mindenki fel tudja találni magát az iskola nélkül is az életben, ezt garantálom. És egy youtubernél láttam, MC-nél, hogy ő is abba hagyta az egyetemet, szóval ő sem tanult tovább. Úgyhogy nem az egyetem teszi az embert, ez garant, ezt mondom. De én úgy érzem, hogy nagyon sok szakmát nem lehetne egyetem nélkül csinálni, és az tény is való, hogy az egyetemen nem tanulsz meg annyi dolgot, mint amennyit te magad képes vagy megtanulni, ezt mondom én, de egyébként azt gondolom, hogy nem gáz az, ha valaki nem tanul tovább, csak azért akkor próbálja meg magát fejleszteni, hogy ne maradjon buta. Pizzás burek vagy túrós? Túrós burek. Imádom. És jogurttal. Uh-huh. Szeretsz? Rippi! Szeretlek! Kedvenc évszak? Hát a nyarat mondanám, viszont néha túl meleg nekem, mivel én téli gyermek vagyok, ezért ez a... Hát a nyár az nekem sokszor ilyen gotyorepesztő meleg, de egyébként a tavasz, imádom. Tehát amikor kezd jó idő lenni, és tudod, hogy kezd sütni a nap, és már kimehetsz egy kicsit napozni, de nem sülsz még oda a székre, és nem folysz le a napágyról, hanem olyan szépen lazán bírsz napozgatni, nekem number one az a tavasz, tényleg. Tehát, hogy úristen, imádom a tavaszt. Mennyit szoktál tanulni? Mehetünk tovább. Viccet félretélve egyébként nagyon keveset. Szóval, hogy ez sulira készülve, sulira tanulni... Úristen, nagyon keveset tanulok. Szerintem... Ja, én vagyok az egyik személy. Én gimnáziumba jártam egyébként egyetem előtt, és én itthon gyerekek nem tanultam semmit. Nem. Egyszerűen nem szeretem, hogyha valamit úgy akarnak megtanítani velem, hogy ez engem nem érdekel. Mert jó, néha nyelveket tanultam itthon, meg angolra például jártam, de mondjuk csak semmi más. Törit néha tanultam, igen. Ezt mindig lefeleltem első órán, hogy ötös kapjak, és akkor aztán adjő. Én tanulom azokat, amik engem érdekelnek. Akkor tudjátok, hogy mennyit otthon vagyok ott ülni a gép előtt, meg az asztal előtt, hogyha olyat kell tanulnom, ami engem érdekel, akkor úristen, ott ülhetek egész nap, tehát akkor nem bírnak felrángatni onnan. Hát amikor valamit így kell, akkor nem. Tehát, na, így ez a melyik testrészedre szeretsz legjobban edzeni? A lábamra, és szerintem ez látszik is egyébként, ja. Tehát annyira szeretem nézni, hogy mennyi súlyt bírok még el. Mama, ezt nem hallottad. A kedvenc gyakorlatom viszont kézre van, ami a húzóckodás. Szóval, what? Van párkapcsolatod? No, no, I'm single. Kedvenc sorozatod? Szóval, melyik a kedvenc sorozatod? Oh, la casa!
imádok abból. Imádom, úristen, annál jobb sorozat nincs a világon. Alig várom, hogy folytatódjon. Kedvenc ételed? Pizza, pizza, pizza! Én olaszosan, de egyébként a pizzát én úgy szeretem enni, most hát itt jön a filó, de én a pizzát úgy szeretem enni, hogyha igazán olaszosan van elkészítve, és nem az a, nem tudom, ilyen valami mása, hanem az a rendes olaszos pizza. Amikor olaszoknál ettem pizzát. Gyerekek! Az itteni pizza mellett meg sem áll. Melyik évben építették a bocsári templomot? Üdv! Azt hiszem, hogy ezzel megválaszoltam. Szia! Szereted a tesód? Kettő van, és mind a kettőt imádom. Szeretnél egyszer edzővel dolgozni, készülni? Ez egy olyan dolog, amit én magam sem tudok. Mivel őszintén megmondva szeretnék menni versenyre, viszont a verseny az crossfit verseny legyen nálam, vagy valamilyen hasonló, tehát amin akadályokat kell teljesíteni is, menni, és nem egy helybe pózolni, mert valamiért úgy érzem, hogy az nem nekem való, és őszintén megmondva, én a testépítéssel foglalkozni nem, már nem magamon, nem nagyon szeretném azt kipróbálni. Fitness modellként nem tudom, tehát dolgoznék edzővel, viszont nem tudom, hogy aztán mennék a versenyre, vagy szeretném-e a versenyt, nem tudom, ezt tényleg nem tudom, szóval erre nem tudom most válaszolni, de egyszer lehet. Következő kérdés, batáta mikor sül már meg? Na, ezt figyeld! Szoktam menni bulizni, vagy régebben jártam Green Future-re, Alicára Green-re ugyanaz, igen, Baliba, Gardenba, én életemben gyerekek Gardenba kétszer voltam, Baliba talán ötször, igen. Aki vajdasági, ezt tudja a J-t, én nagyon oda szerettem menni, kisszoros koromban. Greenen is voltam már, Adicára is szoktam menni, viszont én valamiért jobb kedvelem a házi bulikat, és valamiért jobban is érzem magamat ott, de egyébként tényleg szeretek bulizni, szóval amúgy sokan nem gondolják, vagy nem tudják, hogy én amúgy nagyon szeretek bulizni. Ha jó a buli, akkor jó a buli. Akkor bulizok én is. Viszont, hogyha halott a buli, meg mit tudom én, akkor nyilván, hogy nem olyan a hangulatom. Nekem sem, de ennyire. Melyik a kedvenc sminkmárkád? Van-e valami sminkrutinod? Az én kedvenc sminkmárkám a Maybelline, mivel olyan a korrektorom. Igen, és a sminkrutinom abból áll, hogy ilyen átlátszó kis szempillaspirállal kispirálozom a szememet, és utána most mondjuk felvittem igazit, mármint rendes szempillaspirált, és néha alapozót használok, ha buli van, vagy valami, de nagyon ritka, meg tudjátok, hogy mi a bajom nekem azzal? Aztán amikor hazaérek, le kell mosni, és az annyira unalmas, hogy fú, sokszor nincs kedvem, de muszáj, tudom, muszáj. Szerinted melyik a jobb, a menzás kaja, vagy amit magad készítesz? Nekem egyértelműen az, amit magam készítek, mert abban tudom, hogy mi van, hogy van elkészítve, stb. Egyébként, ezt sokan nem tudják, de én finnyás vagyok. Szóval igen, eléggé. Mármint én megeszek mindent, tényleg megeszek mindent. Tehát, hogyha most én magam elé kapok csülköt, amit nem szeretek, akkor is meg fogom enni, hogyha az van. De tudjátok azért, hogyha elkészíthetem én, és én tudom én, akkor inkább amit én készítek. Mi a szomszéd? Szia, szomszéd! Most egy nagyon komoly kérdés fog következni. Mit gondolsz? A hétvégi pecázásom miért nem fogtam halat? Másik kérdés. Csukázni hova menjek télen? Emil. Kérdezz inkább apát, jó? Ha valaki mások a bőribe bújhatnál egy napra, ki lennél és miért pont ő? Na, hát őszintén elmondom, hogy én ezen soha nem gondolkodtam egyébként, hogy másnak a bőrébe bújjak. Nekem soha nem volt példaképem. Tényleg, tehát, hogy én nekem nincs egy olyan ember az életben, akire azt mondanám, hogy jaj, de jó lenne, ha olyan lenne az életem, mint az övé. Nyilván szeretem a hírességeket követni, és elég sok dolgot tudok is róluk. Viszont nem érzem úgy, hogy én másnak a bőrébe bújnék, mert én... Mert nem tudom, valamiért én úgy vagyok vele, hogy amin van, az jó, és az becsüljem meg. És úgyis aztán
végül minden jó lesz a végén, és úgy fog történni, ahogy én eltervezem, ahogy szeretném. Szóval igazából most ne arra, hogy nem válaszolok a kérdésedre, de hát egyszerűen nem bújnék senki másnak a bőrébe. Ide a posztomhoz írt egy fullos üzenet. Köszi, és mindenbe is vágom meg. Ilyen könyveket olvasom mostanában. Tudnál ajánlani valami jó kis önfejlesztő könyvet? Nos, pont a napokban kezdtem el a Milk and Honey-t olvasni újból. Egyébként olvasok önfejlesztő könyveket is, és a legjobb, azt mindjárt mutatom, egy pillanat, ahol csak tudjátok, vásároljátok meg ezt a könyvet, és olvassátok el, és higgyétek el, hogy amikor olvassátok is, meg olvasás után, és így elgondolkodtok, hogy valójában miért van az, ami van, és igazából minden, ami körülöttetek van, arról csak ti tehettek. Ti tehetitek jobbá az életeteket, ti ronthatjátok még rosszabbá az életeteket el. Tehát mindenről ti magatok vagytok a felelősek. Ez ennyi, ezt eddig is tudtam, de most elolvastam ezt a könyvet, 100%-ig megbizonyosodtam arról, hogy mindenért te magad vagy a felelős, nem más, nem anyukád, nem apukád, akárhány éves vagy, akárhány évesen nézed ezt a videót, mindenért te vagy a felelős. Ez tippet, szóbeli fetelem. Ez a videóm, amit sosem tudom, hogy melyik felére kell mutatni, hogy hol lesz az a videó beszúrva, vagy itt, de na, ez a tippem. Szoktál edzés közben zenét hallgatni? Igen. És ha igen, milyen zenék motiválnak téged? Hát például most a napokban, amiket hallgatok, az a Farrell. Rá vagyok állva, és szerintem egymás után hallgatom. Akkor a Diplomatico. Azt, ha valaki rajja, tudja. De egyébként nagyon szeretem a régebbi stílusú zenéket és a régebbi zenéket. Na, majd csak kinyugom. Tehát, hogy igazából minden, ami pörgős, engem az mutat. Utolsó kérdés, test zsír százalék csökkentéséhez szénhidrát vagy zsírban gazdag ételeket kerüljem. Igazából erre az én válaszom az lenne, hogy kell egy rendszer, tehát mindenből megvan, hogy mennyit kell bevinni, és nagyjából ennyi, szóval nem tudom azt mondani, hogy most miket kerül, mert mindegyiket egyaránt kell beosztani az étkezésedbe, és kell, hogy legyen egy kalóriaszámlálás, amit vagy egy kalóriakalkulátor segítségével kiszámolsz, vagy valakinek a feladatára bízod ezt, hogy számolja neked ki, hogy mit hogy kell enni, mit hogy kell étkezni, szóval igazából, ja, az én válaszom erre a kérdésre. Most ennyi lett volna ez a videó, én nagyon remélem, hogy tetszett nektek, ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban is. Sziasztok! Nézd, mutatkozzunk akkor be, még úgysem ismernek a nézők. Sziasztok, én Snoopy vagyok. Na, pucolj, már videózok. Nem tudtam elolvasni. Néha én is átesek a túlló... Mi? A ló túloldalára? Ló túloldalára. Túl, nem tudom, mit mondtam. De... Mit is akartam mondani?